mindennek fogok azért tenni, hogy jól ússzak és jól sikerüljön. A gyulai Veres Laura is részt vesz az idei tokiói olimpián. Ha a Nemzetközi Úszószövetség jóvá hagyja, akkor 36 magyar úszó és két nyíltvízi úszó indulhat az olimpián. Ebbe a keretbe került bele Veres Laura, aki 4x200 méteres gyorsváltóban képviselheti Magyarországot. Nagyon boldog voltam. Tegnap edzés után tudtam meg, Jácint mondta el nekem, hogy bekerültem a csapatban, nagyon örültem neki. Még ott nyújtás közben pár örömkönny is kicsördült. Nagyon régi álmom az, hogy bekerüljek egy ilyen csapatba, és nagyon örülök neki, hogy teljesült. Veres Laura kiemelte, a nemrég lezajlott úszó Európa-bajnokságon úgy úszott, hogy biztos helye legyen a magyar válogatottban. Ott a 4x200-as magyar női gyorsváltó döntőjében a Jakabos Zsuzsanna, Fábián Fanni, Veres Laura, Kapás Boglárka 4-es a második helyen ért a célba. Az olimpia előtt lesz egy ifi EB-m Rómába, oda megyek, egy nappal hamarabb hazajövök. 10-én és 11-én itthon leszek, utána 12-én repülünk tovább Tokióba. Hát az edzéseket maximálisan megcsinálom, mert semmiféleképpen sem szeretnék csalódást okozni a kapitánynak, hogyha már adott egy ilyen lehetőséget és egy ilyen bizalmat nekem, hogy benne lehetek a keretben. Sós Csaba, szövetségi kapitány a Magyar Úszó Szövetségnek adott interjújában elmondta, az olimpiai szereplés érték, rang, ezért igyekezett mindenkinek megadni a lehetőséget, aki a teljesítményével rászolgált erre.